Cserkúton vagyunk, és kérem szépen, gaz vacsorára érkeztünk. Kezdődhet hát a dél-dunántúli turista meséje, ahol gaz vacsora közben még a gaz fickókat is megkedveled. Levendula és az új pazsarikom zsája. Mecsek alatt faluszélen, a természet lágyölében nyitott szemmel járunk, kelünk, vacsorára levest teszünk. Mit találunk? Gazt. Ezek ehető növények, és sajnos nem tudja mindenki, hogy ezeket milyen jó megenni, mert ezek egy olyan helyen teremnek, ahol egészséges a környezet. Csaláncsípünk, mentát tépünk, gazvacsora készül. A cserkúti biobia gazételt főznékünk. Mit kerestek, lányok? Mentát. Na, akkor hadd nézzük. Nézzük meg, hogy itt mit találunk. Nézzük. Én magam is vendége voltam már biobiának, és persze meglepett még néhány növényel, amit még meg lehet enni, elsősorban a kerti növények közül, virágok közül, amikre én eddig nem gondoltam. Na, micsoda jelentkezés van, kérem szépen! Na, akkor szedünk egy kis lóhere virágot is a salátába, jó? Százszor szép a százszor szépektől. A bográcsban gazleves fő, cserkút mesetájon. Salátába a virágot, szakasd bele, lányom. Azt mondták, hogy minden megy a levesbe, és ezért én most szószoladom. Fűszerezni kell egyébként? Őrölt köményt raktunk bele, és egy kis sót, semmi mást egyenlőre. Én a sós gazt szeretem. Mindenféle egy klassz íze van. Majd kiderül. De még egy férfi is ezt mondja? Így van. Biobiát varázsházban egy gazasszony kéri. Különleges kívánsága meg se kottyan néki. Na, Bia jól tudja, hogy nálunk a nagylányom glutén érzékeny, úgyhogy én mondtam, hogy nagyon szívesen eljövünk a gazvacsorára. Kertész leszek, fát nevelek. Tettünk bele egy kis vackorecetet is. Ez micsoda? Cékla? Sütcékla. Meg sützöcsét. Nagyon klassz a sült céga. Patakparton szedett leves, virágos, saláta, illatok és ízek valós bio-orgiája. Parancsolj, csak óvatosan, mert forró a leves. De jól néz ki, milyen gyönyörű színe van. És ezt ki szedte? Mi? Hát bizony. Na, amit szedtünk, meg is esszük, jó? Igaz lesz majd a virágom. Vége már a mesének, megyünk tovább más vidékre. Támogatunk a maiutazás.hu, a kuponos utazások szakértője.